Az idei nyáron különösen meleg az időjárás, a nagy forróság csak pár napig enyhül, majd újra visszatér a hőség. Ez megterheli a szervezetet, a legtöbben igyekeznek vízpartok, medencék mellett hűsíteni magukat. Azonban akik dolgoznak vagy otthon vannak, nem tudják így megoldani a hűsölést, ezért egyre többen döntenek úgy, hogy klímát szereltetnek be. Major Norbert, a 60 klíma tulajdonosa elmondta, idén még az idősebb korosztályból is sokan kérték a klíma beszerelését. Több megkeresésünk érkezett. Idén nyáron olyan emberek is elgondolkoztak a klímán és rendeltek klímát, akik úgy tervezték, hogy nem választanak klímaberendezéseket az elkövetkező években. Nagyon sok helyen a házak felmelegedtek, szigetelt házak is, amiről azt gondolták, hogy jó lesz, nem melegednek fel, azok is fel túlmelegedtek. Ilyen 28-30 fokos belső hőmérsékletet értek el a házakban. Hozzátette, nem csak a nagy meleg miatt nőtt meg a kereslet, az elérhető otthon felújítási támogatások is egyre több vásárlót vonzottak. Kiemelte, sokan nehezen igazodnak el a fellelhető termékek között, és nem tudják eldönteni, hogy milyen árkategóriában milyen berendezést választanak. Igazából azt tudom mondani, hogy mindenképpen olyan gyártót érdemes megkeresni, aki nagy erőkkel van a piacon, ezért tartósan, több éven keresztül biztos, hogy lesz alkatrész a termékekhez, nem pedig az lesz, hogy egy pár év múlva meghibásodok és készülik, és nem lesz hozzá alkatrész. A közép és felső kategóriás termékeket tudom itt elsősorban javasolni, nem a olcsó kategóriás termékeket. Akinek most jut eszébe, hogy klímát szeretne otthonában, nagy valószínűséggel nem talál rá szakembert. Jelenleg a sok megkeresés miatt be vannak táblázva a szakemberek, így mintegy 1-2 hónapos határidővel vállalják csak a klíma beszerelését.